Kocsis Sándorra, az aranycsapat legendás csatárára emlékeztek a tiszteletére rendezett emléktorna résztvevői augusztus 28-án. Az utánpótlás csapatok számára rendezett bajnokságot hagyományteremtő céllal szervezte meg az aranycsapat alapítvány. Miért is Kocsis Sándor? 85 évvel ezelőtt született, kerek évforduló, 35 éve halt meg. 60 évvel ezelőtt ő volt a világbajnokság gólkirálya, 11 góllal, 2,2-es gólátlaggal meccsenként, plusz ő volt a csapatkapitányok és a szövetségi kapitányok által megválasztott legjobb játékos is, tehát most valuable player as well. A torna fővédnöke Tarlós István főpolgármester. 5 magyar bajnokság, 2 spanyol bajnokság, világbajnoki ezüstérem, részvevője a világhírű 6-3-as magyar-angol, majd a 7-1-es magyar-angol meccsnek, begdöntő világbajnoki gólkirály. A magyar válogatottban 68 mérkőzésen 75 gólt lőtt, szerzett, fejelt, ezzel még mindig vezeti a rangsort a magyar válogatott játékosok közül. Én még ahhoz a korosztályhoz tartozom, csak jól tartom magamat, aki ezt a világhírű játékost láthatta élőben futballozni itt Magyarországon. Nála látványosabb és szórakoztatóbb futballt nemigen játszott még magyar, de megkockáztatom, külföldi futballista sem. Emlékezzünk erre a csodálatos játékosra, aki szerény maradt világ életébe, egy világklasszisra. Nem tagadom, nekem is ő volt a kedvenc játékosom mindenkor. Nagyon sokat adott ennek az országnak, mindig ember maradt, mindig szerény, mindig csendes ember maradt, aki soha nem hivalkodott. Budapest díszpolgára, és ma Budapesten már utca is őrzi a nevét. A tornán részt vesz Kocsis utolsó klubjának, az FC Barcelonának utánpótlás csapata, illetve a Ferencváros, Puskás Ferenc labdarúgó akadémia és a Grosics labdarúgó akadémia csapatai. Az ünnepség zárásaként kisorsolták az elődöntő párosításait. Ferencváros.